Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hírérték című műsorunkat látják. Szívből invitálom önöket, hogy tartsanak velünk, hisz a mostani műsor gondolatai, feladatai, ha úgy tetszik, mindenkire kell, hogy vonatkozzon, kinek-kinek legjobb belátása és akarata szerint. Mai műsorunk címe Kőbe vésett haza szeretet, hogy mi mindent jelent ez, a részben mozgalommá, nem csak programmá nemesült, feladatot adó program. Tisztelettel köszöntöm életre hívóját, előtte pedig lelkében megfogant feladat életre hívóját, Perkovács Tamás elnök urat, és már is szeretném önnek átadni a szót, hogy Sopronba, ahol mi nagyon jól ismerjük, akik szeretik ezt a várost, és nem csak szeretik, hanem múltjával együtt tisztelni is tudják, hogy a magyarság megőrzésért mi mindent tett. Ön a családi tradíciót és a hagyományt továbbfejlesztette, és hogy tovább nemesítette ez a szó valóban, nem csak szó, hanem fogalom, hisz élő példája annak, hogyan őrizzük múltunkat, ezúttal Gróf Széchenyi István emlékezetét őrizendően születésének 225. éves évfordulója alkalmából parancsoljon. Kőbe vésett haza szeretet. Ha szabad, azzal kezdeném, hogy nekem a jó Isten, a jó sorsom azt adta, hogy én a Soproni Széchenyi téren születtem, és amikor gyermekkoromban rosszalkodtam, akkor édesapám azzal fenyegetett mindig, hogy Tamás, vigyázz, mert Széchenyi mindent lát, ott magasodik a nappali szobánk előtt a legnagyobb magyar szobra, és én mindig fél szememet rávetítettem úgy 4-5 éves koromban, hogyha valami disznóságot csinálok, elkövetek, akkor Széchenyi azt nehogy észrevegye és édesapámnak beáruljon. De a viccet félretéve, Széchenyi számomra nagyon fontos, és azért nehéz nekem Széchenyről beszélnem, mert sokakkal együtt szeretem én ezt az embert. És az ember nehezen tud objektívan megnyilvánulni egy olyan emberről, akit szeret. A program, ami a kőbe vésett haza szeretet, legyen betűje Széchenyi szobrán, az arról szól, hogy szövetkezetünk elhatározta, hogy a legnagyobb magyar 225. születésnapjára a soproni Széchenyi szobron, a jelenleg még üresen állott, szeptember 21-ig üresen állott 4 darab gránitlapra fölvési Széchenyinek a kevésbé ismert, de a hazaszeretetről szóló gondolatát. Kedves Mária, hogyha szabad, én el is mondanám, hogy mi ez a gondolat, amit mi úgy gondoltuk, hogy kőbe illene vésni, mert úgy gondoljuk, hogy napjaink világában, amikor minden pusztul, minden erodálódik, akkor, hogyha nincs egy fundamentum, nincs egy olyan alap, ami az otthon, a szülőföld, a hazaszeretetéről szól, akkor tegyünk bármit, úgy gondoljuk, akkor az hiába való, és az kétséges lesz, kétes lesz. Hát akkor az idézet. Az idézetről annyit, hogy ez 1846-ban az akadémia novemberi ülésén hangzott el, ott mondotta volt Széchenyi. A hazaszeretet azon szent láng, melyért bármi gyermeki érzelemnek is gúnyolják azt a világ idegen számító kozmopolitái, nincs mit pirulnunk. Mert legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét. Talán még a program előtt, ha szabad, elmondanám, hogy ez a gondolat 2009-ben került fel a Hami Összefogunk Európai Szövetkezet jelmondatává. Az sem titok, hogy amikor készültünk ezt a szövetkezetet létrehozni, amelynek a legfontosabb feladata az, hogy erősítsük az identitásunkat, és természetesen gazdasági értelemben az erős identitással felvértezett közösség majd a gazdaságát is erősíteni fogja, és elhatároztuk, hogy mi majd akkor elindítjuk a kék frankot, akkor úgy gondoltuk, hogy jelmondatul kell nekünk választani valami olyat, ami kifejezi azt a szándékot, amiért ez az egész szövetkezet létrejött. És ekkor én megkértem kedves feleségemet, és mondtam, ő egyébként irodalmár nyelvész,
hogy kedves Gizus, légy szíves, hozzál nekem idézeteket, és majd választunk valamit a szövetkezeti elmondatául. És ő hozott sokat, és akkor, mikor megláttam ezeket, akkor rámutattam, hogy akkor legyen ez az idézet, mert az annyira frappánsan, annyira találóan fejezi ki mindazt, ami számunkra fontos és lényeges. Hát így történt, hogy 2009-től ez az idézet, ez a szövetkezetünk jelmondata, és amikor évekkel később, 2015-ben a szövetkezetünk elhatározta, hogy az előbb már említett soproni Széchenyi szobron majd ez kőbevési, akkor bizony sokakban fölmerült az, ugye a mai mindent liberalizáltan és relativizáltan kezelő világunkban, hogy ez majd valami önmutogatás lesz, és valami olyan helyzet lesz, hogy most a szövetkezet saját magát fogja reklámozni, júj, ebből milyen nagy baj történik. De hála jó Istennek, megértette a hatóság, megértette a város, és vihargyorsan tulajdonképpen egy hónap alatt megkaptuk az összes engedélyt is erre. Gondolom a kedves tévénézők majd látni fogják ezt a szobrot, és látni fogják, hogy a posztamensen ott van 4 fekvő gránitlap. És Mátrai Lajos az alkotó, amikor ezt megálmodta az 1800-as évek végén, 1897-ben avatták fel ezt a szobrot, talán arra is gondolt, hogy az utókor majd valamivel ezt felékesíti. És mi elhatároztuk, hogy a mi szeretett szülőföldünkön, aminek mindannyian tudjuk az egyik része most Ausztriában található, és a másik része pedig mi nálunk, abban a szülőföldben, abban az otthonban, ahol 500 év óta természetes a magyar mellett a német megszólalás és a horvát beszéd is, és persze gondolva Széchenyi Istvánnak Anglia szeretetére is, a 4. gránitlapra úgy gondoltuk, majd angolul fogjuk felvésni ezt a gondolatot. Tehát így született meg az a gondolat, hogy magyarul, németül, horvátul és angolul fel fogjuk vésni ezt a gyönyörű gondolatot. És akkor ezt követően a szövetkezetünk megkereste a szomszédos Széchenyi István nevét viselő gimnáziumot, ahol is ennek az intézménynek kiváló vezetője, Szabó Miklós igazgató úr lelkesen mondta, hogy Tamás, hát mi is készülünk a 225. születésnapra, 2016-ra, és mi az egész Kárpát-medencére kiterjedően az ifjúságnak Széchenyi ismeretéből egy vetélkedőt fogunk elindítani. Hát egymásra találtunk, és együtt folytattuk a munkánkat. És miközben gondolkodtunk, hogy ezt hogy miképpen fogjuk megvalósítani, akkor egy újabb ötlet következett, és ez az újabb ötlet, hadd említsem meg nyilvánosan is a hölgy nevét, aki a fejéből ezt kipattant, Paragné Gál Melinda, ami szövetkezetünk egyik igazgatójáról van szó. Tisztelettel köszönjük. Ő volt az, aki azt mondta, hogy Tamás, oldjuk ezt úgy meg, hogy lehessen védnökséget vállalni egy-egy betű felett. Tehát aki azonosul ezzel a gondolattal, Széchenyinek a hazaszeretetről vallott gondolatával, az szimbolikusan kifejezheti az együtt gondolkodást és a megértést azzal, hogyha ő védnökévé válik egy-egy betűnek. De feltétele is volt. Így van, de ez majd a későbbiek folyamán derült ki. Mint ahogy hallható volt, ez az idézet, ez egy elég hosszú időzet. 850 betű. Összesen bizony 870 betűből áll, 70? Így igaz, 870-ből, hogyha 4 nyelvre lefordítjuk ezt, és arra gondoltunk, hogy akkor 1870 betű felett, aki ezzel egyetért, vállalhat védnökséget, és ha már védnökség, ez egy érték, akkor azt mondtuk, hogy ennek legyen egy minimálisan 10.000 forintban meghatározott értéke. De ebben a szent pillanatban már rögtön bajba is kerültünk, mert azt vettük észre, hogy Atya Úristen, mi majd valami elit közösséget fogunk létrehozni, és ebből a mozgalomból ki fogjuk zárni azokat, akik kispénzűek, és hát ez nem lenne helyes, és hát Széchenyi szellemétől ez teljesen idegen lenne. És itt fogant meg
az a gondolat, hogy ne csak egy ember vállalhasson védnökséget, hanem közösségek, barátok, iskolai osztályok. És ebben a helyzetben adott esetben mondjuk egy iskolai osztály, ahol 30-an vannak, akkor 10 000 osztva 30-al csak 300 valahány forintát, hogyha úgy tetszik, még egy fagylalt áránál is kisebb összeget kell áldozni erre az ügyre. De fontosnak tartottuk azt, hogy legyen áldozat, hiszen a mai világunk az arról szól, hogy minél kevesebb energiával, minél kisebb ráfordítással, minél többet lehessen elérni. És mi azt gondoljuk, hogy igenis szükség van az életben erőfeszítésre, és igenis kell, ha kismértékben mindenki a saját tehetsége, talentuma által megadott mértékben, de igenis vállaljon valamit. És hát így született meg ez a betűvédnökségi program, és hogyha belegondolunk, a betű az önmagában értelmetlen. A betűnek semmi értelme nincs, és hogyha a betűk egymásba kapaszkodnak, a szó az is csak puszta szó. Az egésznek a lényegét, az értelmét az adja meg, hogyha a betűk szintén egymásba kapaszkodnak, és együtt kifejezik a gondolatot. És ez ugyanúgy igaz, ha arra gondolunk, bár ez is idegen napjainkban, ha belegondolunk, egy emberi sejtnek mi az értelme? Mi ad értelmet egy emberi sejtnek? Hát az adja az értelmét, hogy szolgálja az egységes egész, azt a szervezetet, aminek része. Ha jól tudom, az emberi szervezetben több mint 8 billió sejt lakozik, és mindegyik számára természetes és egy evidencia, hogy az egységes egészt, az emberi szervezetet szolgálja. Uram, bocsá, adott esetben a központ leállít sejteket, szerveket dolgozni, ha éppen úgy adódik és úgy szükséges, a másik helyzetben meg aktivál egy másikat. És szinte ki sem merem mondani, hogyha bennünket egy bacillus megtámad, akkor nem holmi nagygyűlést hoznak össze, hogy most a fehér vérsejtek támadjanak, vagy védekezzenek, hanem a világ legtermészetesebb dolga, hogy az egységes egészért, a szervezetért, a közért feláldozzák magukat egyesek, és hát bizony ezt, mikor náthásak leszünk, ezt tapasztaljuk a meghalt harcosok seregét ott az orrunkban, hogy finoman fejezzem ki magamat. Mindenhol vannak bacillusok. Természetben, társadalomban, biológiában, ha úgy tetszik, akkor az ember által létrehozott eszmeiségek számos területén legyen az maga politika is. De én úgy érzem, ha azt mondjuk, hogy civilizáció, és ez a civilizált társadalmak maiságát jelentik, akkor sajnos a ma képződött bacillusok ellen is valahol össze kell fogni. Természetben, biológiában, társadalmi, gazdasági tárházakban egyaránt. Grósz Széchenyi István, aki országának azon évjárataiban, amikor senkinek nem volt igazából arra elképzelése, hogy ebből a hihetetlen lepusztultságból, a nyomorból hogy lehetne kievickélni, akkor ő megtalálta a hitet, azt a keresztény erkölcsi hitet, ami erőt adott ahhoz neki, hogy akkor ugyan nem így látható betűként, és tudjanak egymásba kapaszkodni gondolatok, költőknek, íróknak, festőknek, akart a nemzet felépülését akaró nemességnek, megszületett valami. Megszületett valami, amit, és most nagy történelmi időket átugrok, Sopron, amely és aki soha nem tagadta meg magát, és elsőként odaállt, hogy nincs idegen elnyomás. A magyar nemzet, a magyar teritorium, a magyaroké. És most, hogy Széchenyi emlékév előtisztelegve, és nem ürügyén, az önök gondolataiból társadalmat megmozgató hívószó is keletkezett. Nem az apró pénzreváltás itt a döntő. Ez egy szent akarat, hogy az ember tanuljon meg áldozatot vállalni, kicsiben, nagyban, de ott legyen az áldozatvállalás, hogy tegyen.
most az eredményeket is mondja el, hisz eljutottak valahova, eljutottak valami újabb kezdemény elé, ahogy én most már megismerve az önök munkásságát, jól tudom, hogy egyáltalán nem ebben a nagyon szép örömteli, de mégis lezárandó fejezetnél megállnak, és örülnek néhány évig, hogy milyen szép dolgot hajtottak végre, igen, hanem már készülőben van valami. És ez a csoda a jövő felé kitekintésnek megőrizve, megtartva mulat, de fejleszteni. Parancsoljon! Igaza van kedves Máriának, a csoda az megtörtént. A csoda az abban nyilvánult meg, hogy a mai elanyagiasodott és tényleg borzasztó világunkban mégis parázslik valami, és megértették ennek a gondolatnak az üzenetét. Fölfogták az emberek azt, hogy ugyanúgy, ahogy az egysejt szolgálja az egységes egészt, a szervezetet, ugyanúgy az egyes embernek a boldogulásának mi az áloga? Az az áloga, hogy szolgálja az egységes egészet, a saját közösségét. És bármit hallunk adott esetben mediatizált világunkban, ez akkor is így van. És holmi gazdasági, pénzügyi problémát, hiszen e körül forog napjainkban minden, nem akkor tudunk megoldani, hogyha hihetetlen jó gazdasági szakembereink vannak, nem akkor tudjuk megoldani, hogyha adott esetben valaki ad nekünk pályázatokon keresztül sok pénzt, hanem akkor, hogyha van hozzá megfelelő fej, megfelelő szívvel. Úgy kell kezdeni szívvel és ésszel, mert azt tud teremteni és azt tud alkotni. És igen, mikor elindítottuk ezt a programot májusban, sokan azt mondták, hogy erre maximum majd pár barátot fog jelentkezni Tamás és a szövetkezet pár barátja. De nem ez történt. Jelenleg közel 400 védnökünk van, és nagyon sokan sorban állnak. Hihetetlen sokat köszönhetünk két nagyszerű szervezetnek, két olyan szervezetnek, amelyik mind a mai napig Széchenyi emlékét ápolják, az Országos Széchenyi Körnek és a Széchenyi Társaságnak, akik a kezdetek kezdetén megértették, hogy miről van szó, és hirtattak róla, propagálták. De mondhatom az iskolákat, a kamaránkat, az ipartestületünket, és egy nagyon kedves momentum ebben a munkában, hogy a soproni színészek. Képzelj el, kedves Mária, egységesen a soproni színészek a színház igazgatójával, Pataki Andrással az élen, egyénileg, közösségben szintén a program mellé álltak. De hát a legcsodálatosabb az, amikor a gyermekek állnak a program mellé, és hadd mondjam most el, a legkedvesebb az, amikor egy 10 éves Sopron mellett Balfon élő kislány csatlakozott a programhoz, még ez akkor is igaz, hogy valószínű a nagypapája inspirálta, és ami még egy lényeges dolog, amit nem említettem, majdnem elfelejtettük, hogy aki a program mellé áll és védnökséget vállal, az nem csak azt teheti meg, hogy hoz egy anyagi áldozatot, hanem hogyha óhajtja a programmal kapcsolatos gondolatát a honlapunkon, a www.széchenyiszobor.hu honlapunkon nyilvánosságra hozhatja. És ez a drága kislány azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy jót s jól ebben áll a nagy titok, gondolatjel mindent köszönök Orsi néninek. Valószínű az Orsi néni, nem tudom, de valószínű ő lehet az osztályfőnöke. De elmondhatom, hogy kecskeméti piarista gimnáziumi osztály jelentkezett, vagy az én ősi szeretett alma máterem, az egykori Erdészeti és Faipari Egyetem jogutódja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, egy 1981-ben végzett évfolyama testületileg jelentkezett, és szintén a program mellé állt, és vannak védnökeink Varsóban, vannak védnökeink Angliában, Svájcban, jelen pillanatban 51 településen szerte a nagyvilágban, aki óhajtja a Széchenyiszobor.hu honlapunkon, mindezt megtalálhatja, elolvashatja, megnézheti, és a tervünk az, hogy 2017-re mi a programot tovább visszük, tehát ennek nem szabad leállnia, nem csak azért nem szabad leállnia, mert még csak 400 betű kelt el,
ez anyagi értelemben elegendő volt arra, hogy a szobrot tényleg Mátrai Lajos alkotó szobrászművészhez méltóan megújítsuk, és tudtunk a Széchenyi István gimnáziumnak is egy 7 számjegyű adományt átadni, hanem azért, mert fontos ez a gondolat, és létrejön a Széchenyiben hívő és az otthon a szülőföldet szerető embereknek a közössége. Ez a fantasztikus és nagyszerű dolog, és szeretnénk 2017-re, ez most formálódik, valószínű szintén Széchenyi István születésnapjához közel, szeptember végén vagy október elején egy olyan konferenciát létrehozni, ahol egyrészt a Széchenyi kultuszról, továbbá pedig a 21. század és a szülőföld az otthon szeretete körüli gondolatokról szeretnénk összehívni nem csak a védnökeinket, hanem mindazokat, akiknek fontos ez a téma. És őszintén bízom abban, hogy ennek jelentőségét mind jobban fölfogják és megismerik az emberek, hiszen ez létünknek a sava borsa, hogyha nincs meg ez a kohézió, ami köt bennünket a szülőföldhöz, köt bennünket a kultúránkhoz, akkor bármit teszünk, hát az bizony, az kétséges lesz. Ahogy hallottam, ezt a nagyon szép, most már jövőképet is konkrétan, és még ezt csak egy feladat, el tudom képzelni, hogy emellé még fel fog sorjázódni mást, ahogy megszületik már ez a legújabb program, kiderül, hogy mivel lehet ezt még tovább támogatni, bővíteni, erősíteni. Már is az jutott eszembe, hogy önök egy igazi közösségre hívják az embereket. Sopronból kiindult, a soproni közegből, a Perkovács ház tulajdonosától és a mellé csatlakozott alkotó gondolkodásra szerveződött emberekből egy gyönyörű program. És ugye az a gyönyörű, hogy itt nem a politika, nem a vita dominál, hanem hogy akarjuk egymást érteni. Azzal a szép elkötelezettséggel, hogy nekünk csak egyetlen hazánk lehet a Kárpát-medencében, és ez Magyarország. Magyarország úgy, hogy lépjünk túl a nagyon rosszul és rendkívül mai napig kezeletlenül hagyott, például Benes dekrétumon túl is, hogy ez a nemzet egységes, nyelvében is egységes, gondolataiban újra egységessé téve, most már a gyakorlat így megkezdett lépésein át tovább tudjunk haladni. Nem hiszem, hogy a politika oldja meg. Az emberek nagyon-nagyon képzettek már ahhoz a legtöbbje. Az elhűítésre alkalmas celeprogramok dacára is. Igenis, tudjuk, hogy mi a feladatunk. Tanároknak, kutatóknak, gondolkodó embereknek, hazát tisztelő embereknek önként vállalt feladata is megjelenik. Nem valami ellenében, hanem valamiért. Ezt a közösségre való hívószót szó szerint főhajtó tisztelettel köszönöm önnek, a szüleinek, kedves feleségének, a munkatársainak, mindenkinek, a soproni egyetemeknek, most már egyeződött egyetemnek, illetve hát végre megint visszakerül azért az eredetibe az Erdészet és a Faipari Egyetem, hál' Istennek. Mindenkinek, aki úgy érzi, hogy igenis csatlakoznunk kell, tegyük meg. És Széchenyi gondolataiból én is, mert annyira aktuális minden, önhöz igazodva szeretnék elmondani egyetlen egyet, hisz ez is aktuális. Egyetlen nép sem erőszakolhatja maga akaratát más népre. Egy nép sem nyomhatja el más népet anélkül, hogy utóvégre saját szabadságát is ne lássa áldozatul esni. Szabadság, szeretet, tisztelet, közösségiség ne az elnyomás eszköze alapján esen áldozatul, hanem éppen ez legyen a hívószó, hogy a közösség. Kedves Parkovász, most lassanként tényleg kezd a műsoridőnk végére járni, én arra kérem Perkovács Tamás elnök urat, hogy néhány gondolattal foglalja össze ennek a csodálatos kezdeménynek, most már 870 betű, az idegen nyelvűséget is beleértve. Mi lett az eredménye azon túl, amit eddig elmondott, mi az, ami még esetleg kimaradt, és most itt a záró epizódban szükséges, hogy elmondassék. Parancsoljon. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen elmondtunk mindent.
Ha szabad, én azzal a gondolattal fejezném be a beszélgetésünket, amit elmondtam a Széchenyi szobornál, mikor ünnepélyes keretek között átadtuk Sopron városának, illetve Sopron városán keresztül a nagy közönségnek, a magyarságnak ezt a megújított szobrot. Ha Széchenyire gondolunk, akkor azt ne felejtsük el, hogy szükség van tetteinkben arra, hogy legyen tiszta erkölcs. Legyen egy megfelelő fogódzó, amikor igenis mérlegelünk, hogy valami helyes, helytelen, jó vagy rossz. A második gondolat nem véletlenül hozta létre a kaszinót, ahol az elmesurlódás, a találkozások lehetőségére fórumot, agórát építetett szerte az országban. Az, hogy legyen az emberek között összefogás, az nem baj, hogyha különböző módon látjuk, értelmezzük a világot. Ez az ember sajátja. De a fő dolgokban, ami a kultúránkat jelenti, abban egységnek kell lennie. Ez a két gondolat, hogy legyen összefogás, és legyen tiszta erkölcs, és az összefogásnak a végeredményében pedig legyen otthon, szülőföld és hazaszeretet. Ha ez megvan, akkor nincs problémánk. Ez a nemzet, ez a közösség, amelyik itt él, ez meg tud oldani minden problémát, de ehhez kell erkölcs, kell összefogás és kell hazaszeretet. Kedves nézőink, Hírérték című műsorunkat látták, szívből remélem most is, hogy velünk tartottak. Ismételten köszönöm Perkovács Tamás elnök úrnak, hogy elfogadta a meghívást, szívből remélem, hogy a folytatásról beszámolhatunk. Örömmel jó Isten áldását kérem további munkájukra, viszontlátásra.